Sziasztok! Üdvözlök mindenkit itt a Napfényes YouTube csatornán. Ma egy isteni levest, egy mediterrán különlegességet, az olaszok nemzeti eledelét, egy minestronét fogok készíteni nektek. Ez nem csak egy egyszerű leves, ez egy komplex főételnek is megállja a helyét. Nézzétek, mennyi sok színes zöldség, isteni mediterrán fűszerek, gazdagítom egy kevés durum tésztával, egy pici füstölt tofuval, tetejére növényi sajt, friss petrezselyem, ez maga az olasz életérzés. Gyertek, tartsatok velem, készítsük el ezt is együtt. Kezdjük is el a főzést, kicsit felszabadítom a deszkám, már is kezdek egy hagymavágással, közbe forrósítom az edényemet. Pici olívaolaj, és mehet is bele a hagyma. Jöhet a következő zöldség, ami egy szál fehér répa lesz. Így fölvágom viszonylag vékonyra, mert azért ez idő, mire megpuhul, alakul a hagyma. 1-2 percet fonnyasztottam, nem kell, hogy megpiruljon, és rögtön jöhet rá a fehér répa, azaz a gyökér. Ezzel is 1-2 percet kevergetem, pirítgatom, és már darabolom is sorban a zöldségeket. A répát egyszerűen csak karikára vágom, mert ezek ilyen kis vékony, hosszúkás répácskák, úgyhogy ezek gyönyörűen fognak mutatni a levesbe. Van még egy fontos összetevő, a következő zöldségem, a szárzeller, vagy angol zeller, esetleg halványító zellerként is ismerhetitek. És mehetnek ezek is a lábosba, bekerültek a keményebb zöldségek, a gyökérzöldségek és a zeller, ez a hagymával egy kicsit összepirul, és már elkezdem darabolni a kelkáposztát közben. De a káposzta előtt a fokhagyma következik, szeretném, egy kicsit megpirulna a zöldségeken a fokhagyma. Egyszer egy olasz szakácstól hallottam, hogy a fokhagyma egyik felét az étel közepén érdemes beletenni, a másik felét pedig a végén, hogy az illóolajok intenzívek maradjanak. Ezzel is elkeverem, pirítok rajta egy keveset, és jöhet a fűszerezés. Van egy kis bazsalikom, ez most egy fagyasztott verzió, össze van vágva, de használhatok szárítottat, vagy akár frisset is. Nem teszek bele sokat. Érzéssel, aztán jöhet a szárított oregano, még hozzá beöntöm a tenyerembe, és egy picit morzsolok még rajta. Ezen is keverek egy jót, egy kevés zöldbors jöhet, a kedvencem, már ismeritek, és ezen a ponton mehet bele a kelkáposzta. Azért szeretem ezt a levest, mert nagyon változatosan lehet elkészíteni, akármilyen zöldségből, ami otthon van. Igazából ez egy népies, falusias, paraszt levesnek is mondható, olaszos fűszerezéssel, behatással. Jöjjön a következő Vegamix show, ami rákerül, ezt már ismeritek, de tehettek rá egy egyszerű bio zöldségleves kockát is, ezt is lehet használni. Most pedig jöjjön egy szerecsendió, ami nagyon szépen passzol ebbe az ételbe. Isteni illata van, így ahogy van, el lehetne fogyasztani egy kevés krumplival, vagy rizsköretet készítetek hozzá, már kész is van az ebéd. Egy picit párolom a kelkáposztával is, hogy a vastag részei, torzsái előpuhuljanak, és mindjárt jövök a paradicsompürével. Egy picit lepirult a kelkáposzta, nézzétek, és most csinálok ott középen egy kis helyet a lábosba, és a paradicsom következik, méghozzá paradicsom pürét fogok használni elsőként. Ez így mehet is bele, legyen jó gazdag, hiszen ez tele lesz ez a lábos, és egy picit ott a lábos alján lepirítgatom ezt a pürét. Most jön a következő, ez a paradicsom darálék, ami bele fog kerülni. Használtok természetesen friss paradicsomot is, vagy egyiket, vagy a másikat. Én most szeretem ezt kombinálni, így ahogy van, beleöntöm, és fel is húzom vízzel, és gyakorlatilag most indul el a leves főzése. Következzenek még a fűszereim. Fontos fűszerek még, hoztam pesztót. Ez kész pesztó, bazsalikom pesztó. Látjátok, milyen haragos zöld, friss. Fokhagymával, petrezselyemmel, olívaolajjal, és talán egy kis napraforgóval is van benne, azt hiszem. Az étteremben készítjük így a pesztót. Ezt is beleteszem, ezáltal is gazdagabb, testesebb lesz az íze az ételnek. Aztán egy kevés himalája sót is teszek bele, természetesen bármilyen sót használhattok,
És van itt egy kis petrezselymem, és egy kis trükköt hadd mutassak nektek. Ugye a zöldjét a végén szeretném használni díszítésre, hogy frissek maradjanak a benne lévő illóolajok. Ezt az alját levágom, főleg ha fás, és itt a meglévő szárat ilyen kis félcentis darabkákra összecsapom, így idáig, és ez is belemehet a levesünkbe. Még adok neki egy kis vizet, mert elég sűrű, és hát ugye még érkeznek fontos összetevők bele. Mehet rá a fedő, és megvárom, még felforr. Amíg a levesünk földögél, itt ez a kis füstölt tofu leves betétnek is felfoghatjuk, szeretném egy kicsit megpirítani olívaolajon, sokkal finomabb zamatok, ízek jönnek elő belőle, mint hogyha csak így egyszerűen belemorzsolom a levesbe. Amikor a tofu milyen szépen megpirult, akkor meglocsolom egy kevés szójaszósszal, kicsit sistereg vele, így, és mehet is bele a leves alapunkba. Hamarosan forr a levesünk, úgyhogy mehet bele egy kis tészta. Nem teszek bele sokat, nehogy túl sűrű legyen, így körülbelül ennyit. Hogyha gluténmentesre szeretnétek készíteni, akkor egyszerűen főtt rizst, érdemes barnát vagy jázmirizst, és ráértek a végén is levesbetétként beleszórni, de akár az előző napról megmaradt makaronit vagy spagettit is bele lehet szabdalni és hozzátenni, de szintén csak a végén. Most jön egy kis friss spenót, amit biztos, hogy ismertek, de akár lehet használni baby spenótot is. Ezt most kiereztem. Látjátok ezeket a vastag erreket? Egyszerűen letéptem, lehúztam róla, de nem szeretném, hogy ilyen nagyok legyenek, ugye egy picit csapok rajtuk, jó vastag levelük van, ez is mehet az ételünkhöz, így gazdagon. Lassan a vége felé járunk a főzésnek, és az elején említettem, hogy a fokhagymának egy részét érdemes a végére hagyni, ezeket a finom zamatokat frissíteni. Most egy jó nagy gerezdet még hozzáadok, és a cukkinit viszont egészen a legvégére hagyom, hogy egy picit maradjon roppanós. Lassan készre fő a tésztánk, és egy kis utóízesítést engedjetek meg nekem. Egy pici cukrot, most ezt a nátszukrot kockacukor formájában fogom így beledobni, ezt a három kis darabkát, és már vágom is bele a cukkinit. Egy keverés, és le is fogom kapcsolni, az a célom, hogy ne menjen szét a cukkini, tálaláskor egy picit roppanós maradjon. Természetesen, ha állni hagyom még egy 5-10 percet, összeérnek az ízek, zamatok, és másnap még finomabb ez a leves. Már is jöhet a tálalás. Nézzetek bele, mennyire gazdag is a beltartalma ennek a levesnek. Ott a kis tészta, a zöldségek, a káposzta, a répa, a cukkini még friss, harsogó maradt. Kétféle sajtot is hoztam. Egyszerűen csak ráreszelem, frissen, tálalás előtt. Kevés petrezselyemmel is megszórom, és még ha végképp meg akarom bolondítani, akkor a friss pesztóból is teszek rá egy picit, pöttyintek így a tetejére. Nincs más hátra, mint hogy elfogyasszuk ezt a fantasztikus levest, a stáb már alig várja, hogy leüljünk az asztalhoz. Remélem tetszett a videó, és ezt is kipróbáljátok. Találkozunk a jövő héten, sziasztok!